Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Dombóváron találkoztak a horvátok, közgyűlés és kulturális programok is várták a résztvevőket. Emlékezet, táblát adtak át Kisdorogon a német betelepítés 300 éves jubileuma alkalmából. Családi napot tartott a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete, csaknem 200-an vettek részt a programon. 22. Szeléna Rally, 150 kilométert tettek meg a versenyzők Tolna és Baranyavár megyékben. Dombóváron tartotta éves közgyűlését a Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület. Az esemény lezártával helyi fesztivál hangulat is várta a résztvevőket, ott ugyanis folklór, gasztronómiai rendezvények is zajlottak. Dombóvára irányult a magyarországi horvátok figyelme a hétvégén, itt tartotta ugyanis éves közgyűlését a Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület, valamint kedvelt folklór és gasztronómiai rendezvényét, a Krofestet. A Mán Dombováron tartja meg a Magyarországi Horvátok Szövetség éves közgyűlését. Minden évben ez számunkra az egyik legfontosabb feladat, amikor több dolgot viszünk végrehez, beszélünk a múltról, a jövőről, tehát a napi rendi pontok szerint. A dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat folyamatos és kiemelkedő munkájával hívta fel magára a figyelmet a magyarországi horvátság körében. Az elmúlt évben keresett meg bennünket a Magyarországi Horvátok Szövetsége, osztrogonács József úr, illetve a parlamenti szószóló Szolga József úr, hogy mit szólnánk ahhoz, hogyha ez évben az éves kongresszusa a szövetségnek Dombóváron tartanák, illetve közülését. Mi örömmel vettük, ebben van egy kis elismerés is számunkra, hogy ők mondták, hiszen egyedülek vagyunk Tolna megyében, nincs is több horvát önkormányzat, és hát azért próbálunk jól és eredményesen dolgozni. Varga Stader Gábor, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, a szervezésben mindvégig számíthatott a város önkormányzatára, hogy méltó helyszínt biztosítsanak az eseménynek. A Szulai Sportcentrumba került sor az Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésére. Nyilván a közgyűlés nagyon fontos, elvégzik a feladatokat, de azt gondolom, hogy a közösségépítés a Szigeterdőbe zajlik, hiszen ott kulturális és gasztronómiai versenyben is összemérik tudásukat. Remélem, hogy mindenki kellemesen tölti a mai napot. A szerencsés időjárásnak köszönhetően a hivatalos program végén az előadásokat és a gasztronómiai specialitásokat is zavartalanul élvezhették a résztvevők. Vemhes őzet mentett meg egy dombóvári állatorvos. Dr. Pelbát Józsefet az egyik helyi cégtől hívták fel néhány napja azzal, hogy az állat, amit már évek óta ismernek, sérülten gubbaszt egy bokor tövében. A szakember azonnal vállalta a vizsgálatot és az esetleges beavatkozást, ezért a munkahelyi kollektíva tagja óvatosan befogták a sérült lábú őzet, és autóval a rendelőbe szállították. Mint kiderült, a patás vemhes is. A műtét sikeres volt, a gidát váró nőstény állat pedig azóta már lábadozik. Ha minden rendben megy, 2-3 hét múlva visszatérhet a szabadba. Megkísért egy beteg egy ápolónőt a szekszádi kórházban. Az eset vasárnap éjszaka történt a traumatológiai osztályon. Az áldozat elmenekült a támadás után, de életveszélyes sérülést szenvedett. A dühöngő pácienst végül a biztonsági szolgálat munkatársai fogták el, akik azonnal hívták a rendőrséget. Az üggyel kapcsolatban a kórház vezetése elzárkózott a nyilatkozattól, csak egy közleményt adtak ki. Abban mások mellett azt írták, idézem, mi, akik a gyógyításra esküdtünk fel, értetlenül állunk az erőszak minden formája előtt. Különösen igaz ez akkor, amikor a munkahelyünkön ér minket atrocitás. Arra kérünk mindenkit, becsüljék meg a gyógyító munkát, amit erőnk megfeszítésével az érdekünkben végzünk. A megkésett ápolónőt még az éjszaka megműtötték, az állapota stabil. A németek betelepítésének emléket állító táblát avattak Kisdorogon. A településen már több hasonló nevezetesség is található, amik a helyi svábság történelmét mutatják be. Szombaton került átadásra Kisdorogon a német betelepülés 300. évfordulója alkalmából készült emléktábla. A mű a magyarországi németek történelmének egy kulcsfontosságú részét örökíti meg, és a többi sváb emléktábla mellett kapott helyet. Az ünnepélyes átadón Ritter Imre, német nemzetiségi képviselő is részt vett. A legtöbb magyarországi német magyarországi betelepülésének a 300. évfordulóját ünnepelhetjük, ami valóban egy ünnep, ahogy itt is. És ugye az első, második generáció volt az, amelyik a török uralom után
150 éves uralom után 50-100 éve parlagon lévő dombokat, völgyeket, hegyeket kellett újra termővé tenni és benépesíteni, ami egy irdatlan munka volt. A magyarországi németek sokáig nem ünnepelhették történelmük meghatározó eseményeit. Ritter Imre ünnepi beszédében is elmondta a rengeteg elért eredményt, amit az ország a sváboknak köszönhet. És nyilvánossá kell tegyük, amiről 7-8 évtizedig nem lehetett beszélni, hogy Magyarország mi mindent köszönhet a német nemzetiségnek, az egész ország területén, a gazdaságban, a kultúrában, a sportban, mindenhol, hogy egy 150 éves török uralom után egy működő országot segítettünk csinálni Magyarországból. Az emléktábla a kisdorogi templomtól pár méterre található, a falu többi sváb emléktáblájával együtt. Halálos baleset történt vasárnap délután Szekszárd belterületén. A Bartina utcában két személyautó ütközött össze frontálisan. A becsapódás olyan hatalmas erejű volt, hogy a Béla Király térről érkező jármű hátulja felpattant egy parkoló kis teherautó oldalára. A szürke járműben utazó sofőr nem volt bekötve, ő a helyszínen elhunyt. A másik kocsi vezetője szintén nem használta az övet, az utasa viszont igen, mégis könnyebben megsérült. A család a legfőbb nemzeti érték, hiszen a családok biztosítják a magyarság megmaradását, közölte Hornung Ágnes államtitkár a Családok Nemzetközi Napja alkalmából hétfői videóbejegyzésében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium szakpolitikusa a folyamatosan változó világ minden kétségen felülálló értékének nevezte a családot. Kifejtette, a magyar kormány a családot tekinti a legfőbb nemzeti értéknek, hiszen a családok biztosítják a magyar nemzet megmaradását. Ezért tették 2010 óta a családok támogatását a kormányzás egyik legfőbb alapelvévé. A háború sajnos megrengette biztonságunkat, megrengette Európa gazdaságát, és rendkívüli kiadások elé állítja a kormányt is. Minél tovább tart a háború, és minél tovább tartanak a szankciók, annál többet kell fordítanunk az ország és a gazdaság védelmére. Mindemellett a családok védelmét a mostani háborús időben is a legfontosabb feladatunknak tartjuk. A háború ellenére is idén januárban bevezettük a 30 év alatti anyák SZJL mentességét, és elengedjük diákhiteltartozásukat. Havonta plusz 10.000 forint családi adókedvezményt kapnak a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok. Könnyítettünk a babaváró támogatás és egyéb családtámogatások igénybevételén. A megemelkedett energiaáraktól is védjük a családokat. A rezsicsökkentett árakkal havi 180.000 forintos támogatást nyújtunk minden magyar családnak. Családi napot tartott a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete. A szervezők számos programmal készültek az eseményre, amelyen csaknem 200-an vettek részt. Ugrálóvár, íjászat, arcfestést vagy éppen zumba, mindössze néhány példa arra, hogy milyen programokkal készült a Tolnai Nagycsaládosok Egyesülete a tagjainak. A hétvégén ugyanis a klub megtartotta a már hagyománynak számító családi napját. A rossz idő sem szegte senki kedvét, bár rendszerint az Altaripa szabadidőparkban kap helyet az esemény, ezúttal a Lehel utcai sportcsarnokban rendezték meg. A program ugye reggel az érkezéssel, vagy hát maga a pakolással az érkezéssel, majd utána a futóversenyek korosztályonként, aztán sorversenyek csapatonként, ugye 10 darab, 10 fős csapat volt, ez 100 főt vont be automatizál a programunkba, de emellett van az ugrálóvár, a csillámtetko, ugye van a hajfonás, és akkor lehet még kipróbálni az íjászkodást itt a sportcsarnok melletti részen, de majd látni fogjuk délután a tűzoltóautót is kipróbálhatják a gyerekek. A családi nap minden évben nagy népszerűségnek örvend. Ezt úgy gondolom, hogy a legjobban összehozza az Egyesületet. Ez mindig több mint 200 fővel vagyunk jelen. A többi programunk is nagyon-nagyon sikeres, általában egy ilyen 150 fősek azok is, de ez az egy nap, amikor tényleg az Egyesületnek a 90%-a jelen van, és nagyon jól érezzük magunkat, és egy önfelett minőségi időt töltünk együtt. A Nagycsaládosok 2023-ra tervezett programjai azonban ezzel itt nem értek véget, hiszen a csoport szeretne ellátogatni a paksi atomerőműbe, kenutúrára és országos találkozóra is készülnek. Meghaladta a 300 000-et az eladott vármegye és országbérletek száma, tudatta a MÁV Volán csoport hétfőn.
A társaság közleménye szerint az új díjtermékek annyira népszerűvé váltak, hogy a hó elejé vásárlások javában felülmúlták a korábbi hónapok bérletértékesítési számait. Összesen csaknem 304 ezer újfajta bérlet kelt el, ebből mintegy 220 ezer vármegye bérlet volt, írták. Hozzátéve az eddigi számok alapján a mindössze 1890 forintba kerülő kedvezményes országbérlet a legnépszerűbb termék, amiből 68 ezer darabot adtak el. Újabb 5 milliárd forint összegű pályázatot írtak ki kistelepülések számára út, járda és híd felújításra a Magyar Falu program keretében hétfőn, mondta el a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Az 5000 főnél kisebb lélekszámú települések pályázhatnak út, illetve híd felújításra 45 millió forintig, vagy járda felújításra 10 millió forintig. A pályázatokat június 14-től július 14-ig lehet benyújtani, és várhatóan még nyár végéig elbírálják. A részletekről a kormány.hu, illetve a magyarfaluprogram.hu oldalon lehet tájékozódni. A kormánybiztos elmondta, a falusiak életminőségének javítása érdekében 2019 óta a Magyar Falu Program jelentős támogatást nyújt az otthonfejlesztés, az alapfokú oktatás és az egészségügyi ellátás terén, illetve a szociális szférában, de emellett nagy hangsúlyt kap a közlekedésfejlesztés is. Gunarosból rajtolt el a 22. Szeléna Rally. A versenyen 80 Alfa Romeo-s csapat indult, és járta be Tolna és Baranya vármegyék tájait a 150 kilométeres táv során. Menjél! 80 Alfa Romeo-s csapat mérte össze tudását a 22. Szeléna Rallyn. Az olasz autók szerelmesei körében közkedvelt eseményt idén Dombóváron rendezték meg. 22. alkalommal szervezünk az eseményt, ez egy országjáró autós ügyesség és kirándulós program, aminek a lényege az, hogy minden évben az ország más-más régióját látogatjuk meg. A idei évben egy Dombóvár és környéke esett a választásunk. A versenyzőknek egy 150 km-es távot kell nagyjából teljesíteniük, amihez egy titkos szintidő tartozik. A titkos szintidőt a versenyzőknek természetesen a KRESZ szabályai betartása mellett kellett teljesíteniük, miközben útjuk során 11 állomáson feladatokat is oldottak meg a csapatok. Az első Szelénia Rallyt 1999-ben rendezték meg. Ez a néhány autóval indultunk 1999-ben, most pedig a maximális szintet 80 autót elértük, ezt egyelőre nem is akarjuk növelni, legfeljebb majd akkor esetleg egyszer-két napos lesz a rendezvényünk. Az országos rendezvénynek az alfások mellett a dombóváriak is örültek, akik több évfordulót is ünnepelhetnek ebben az évben. A futam végeztével a versenyzők az egyéb programok mellett egy közös ebéddel zárták a napot. Regionális híreink következnek. Egyre gyakoribbak a varjak Pécsen, ha nem zavarjuk őket, nem bántanak. A harmadik szakasz is lezajlott, Baranyába érkezett a Tour de Hongrie kerékpárverseny. 10 állomásos vetélkedő a Madarak és Fák napján, két iskola csak nem 200 diákja vett részt a programon. A galambok mellett a varjak is elterjedtek Pécsett. Az állatok csapatokban találhatók meg, és több oka is lehet annak, hogy a városias életmódot választják. Viszont aggodalomra semmi ok. Ugyan a madarak nem idomítottak, de ha nem zavarjuk őket, kicsi a valószínűsége, hogy bárkit is bántanának. Pécs belvárosában egyre gyakoribbak a varjak. A madarak általában nagyobb csoportokban mozognak városszerte, de nem akarnak senkit sem bántani, csupán élelmet keresnek, és a hidegebb időszakokban települnek be a városokba. Hideg van, akkor a varjak, mivel okosak, kevesik a meleget. A városoknak az átlag hőmérséklete magasabb, mint a külterületekért, tehát jönnek be. A téli nagy hidegeknél is lehet látni, hogy amikor jön a hideg, akkor előtte megjelennek hatalmas csapatban a varjak. Az időjáráson kívül az is okozhatja a felbukkanásukat a nagyobb településeken, hogy itt egyszerűbben jutnak táplálékhoz. Mindenevő. Tehát talán ezért is van annyi varjú, mert hogy a városokban mindent megtalál. Lehet, hogyha egy kicsit nagyobb a tisztaság, lehet, hogyha kicsit kevesebb a szemét, akkor a varjú is kevesebb lesz. Kiszedi a szemétből az ehető dolgokat, ezen kívül egyébként bogalakat, lávákat, gilisztákat, minden ilyesmit megeszik, de szereti a gyümölcsöt is. A varjak alapvetően jól szocializált, érdeklődő madarak, így a jövőre nézve a városokban sem okozhatnak nagyobb problémát a galamboknál.
Baranyába érkezett a Tour de Hongrie. A május 12-én Kaposvárral induló harmadik szakasz Sásdot, Mánfát és Orfűt is érintette, és a célja a pécsi állatkert előtt volt. A világ legrangosabb megmérettetései közé sorolt körverseny többször is áthaladta a baranyai vármegye székhelyen. Ez a magyar válogatott busza, kérem tisztelettel! A pécsi Széchenyi térről követhették figyelemmel az érdeklődők az idei Tour de Hongrie verseny harmadik szakaszát május 12-én. A körverseny Kaposvárról indult, majd Baranyán keresztül a vármegye székhelyen is átgurultak a sportolók. Az előző éjjeli esős időjárás aggodalomra adott okot a szervezőknek, de végül nem volt szükség nagy módosításokra. Mellénk állt a szerencse, az idő egyre jobb lett, felszáradtak az utak. Egy kis átszervezéssel, ami a részhajrá vonalát illeti, az itt lett volna a polgármesteri hivatal előtt, ami egy érdekes dolog, hiszen aki a részhajrát nyeri, az az összetett versenybe komoly pontot, másodperceket kap jóváírásra. Ez lejjebb került a Rákóczi útvonalába, tehát meg lesz Pécset tartva a részhajrá, de nem itt. Talán a jelenlévő sok-sok ember szempontjából annyiból jobb, hogy ugyanegy ilyen részhajrá befutó, ami látványos, nem látnak, de a mezőny egy normál versenytempóba áthalad, egy így módon talán picit lassabban, jobban élvezhető. A Tour de Hongrie 180 kilométeres szakaszában többször is áthaladtak a versenyzők Pécs városán. A legnagyobb kihívást a pécsi hegyoldal, a Bárány utca jelentette a bringásoknak. A másfél kilométer hosszú, átlagosan 11%-os emelkedőt háromszor kellett leküzdeniük. Három gyorsasági és 6 hegyi rész hajrá, illetve 2500 méter feletti szintemelkedést tarkította a pályát. De nem csak ezek miatt volt izgalmas a megmérettetés. Külön örülök annak, hogy 29 nemzet 132 versenyzője között 15 magyar versenyzőnek is drukkolhatunk. Így bízok benne, hogy amikor majd beérnek a versenyzők és az eredményeket is fogjuk látni, akkor nem csak baranyaiként és pécsiként lehetünk büszkék, hogy megerősíthettük a térségünk láthatóságát a nemzetközi térben, de bízom benne, hogy a magyar sikereknek is örülhetünk. A befutók a pécsi állatkertnél álltak meg, itt kiderült a végeredmény is. Mark Hirschi Svájcból elsőként ért be a célba, második lett az angliai Ben Tallet, harmadik pedig a szintén angol versenyző David Max Poole. Az egyik magyar versenyző Dina Márton a 9. helyen végzett. Kaposvári kisiskolásokat hívott még múlt szerdán egy szemléletformáló és ismeretterjesztő kirándulásra a Somogyi Erdőgazdaság. A Madarak és Fák napján a gyerekek egy ügyességi versennyel egybekötött színes programon vehettek részt. Egy látványos rendőrkutya bemutatóval vette kezdetét a Somogyi Erdőgazdaság szerdai rendezvénye. Két kaposvári általános iskolából mintegy 200 első és második osztályos kisgyermek látogatott ki a Gyertyánosi parkerdőbe, hogy együtt ünnepeljék a Madarak és Fák napját. Azt már a legkisebbek is tudták, miért fontosak a növények. Nagyon hasznosak, mert azok adják a levegőt. A legtöbb kisgyermek kérdésünkre elmondta, nagyon szeret a családjával kirándulni, és van, aki közben még a madárhangokra is odafigyel. Melyik a kedvenc madarat? A cinege. Mert nagyon cuki. A kaposvári iskolák nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre, például rendszeresen virágokat ültetnek és madáretetőket helyeznek ki. Erre a kirándulásra pedig külön is készültek. A rendezvény előtt egy héttel így beszélgettünk arról, hogy miért is fontosak a növények, a fák, a madarak, hogyan kell őket, hogyan kell vigyázni rájuk. Megbeszéltük, videókat néztünk róla, illetve az év madaráról is, a barkos cinegéről is néztünk videót, beszéltünk róla, és meghallgattuk, hogy milyen szép a természetes hangja. A gyerekek 10 állomás játékos feladványaival tehették próbára magukat. Volt, ahol szelektíven kellett néhány szemetet szétválogatni, másutt a madarak élőhelyeinek beazonosítása jelentett értékes pontokat, de akadt olyan feladat is, ahol a leleményességükre volt szükség. Elmennek túrázni, hogy mit vinnének magukkal, és hogy ebből a 20 dologból 10 jót kell kiválasztani túrázás alkalmával. A rendezvény szervezőinek az volt a célja, hogy elmélyítse a fiatalok természetvédelem iránti elkötelezettségét.
Szerintem a napjainkra sokkal nagyobb hangsúlyt kell erre fektetnünk, hiszen a természetes környezetvédelem, a korai életkorban elkezdődött edukáció, az erre való érzékenyítés már gyerekkorban nagyon fontos, hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy a, gyakorlatilag az ő jövőjük az ő kezükben van, és hogy figyelmet kell a bennünket körülvevő környezetre fordítani. A madarak és fák napi hagyomány immáron több mint 100 éves, és Csernel István ornitológus nevéhez fűződik. Ezzel pedig Magyarországon az egyik legrégebbi, úgynevezett jeles napról van szó. Végül mutatjuk újra röviden Tolnavár megye legfontosabb híreit. Dombóváron találkoztak a horvátok, közgyűlés és kulturális programok is várták a résztvevőket. Emlékezett, táblát adtak át Kisdorogon a német betelepítés 300 éves jubileuma alkalmából. Családi napot tartott a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete, csak nem 200-an vettek részt a programon. 22. Szeléna Rally, 150 kilométert tettek meg a versenyzők Tolna és Baranyavár megyékben. Kedden újabb mediterrán ciklon éri el hazánk térségét délnyugat felől. Országszerte számítani kell ismét esőre, záporokra, de délután és este helyenként zivatar is előfordulhat. Észak felé elhagyja országunkat a csapadékzóna, így fokozatosan elgyengül, megszűnik az eső. Itt-ott azonban hajnalban is előfordulhat kisebb zápor. Helyenként elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet, mérséklődik a szél. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!